Szent Illés napján a temeréni hagyományőrző hívők ünnepelnek. Ennek módja sokszor és sokat változott az elmúlt több mint másfél évszázad során, de az ősök fogadalmát mindeddig megtartották. A fogadalomtétel július 20-ára Illés próféta napjára esik. Ez egy nagy ünnep mi nekünk, és akkor régen az őseink megfogadták, hogy ezen a napon, mivel valami időjárás kárt tette, hogy ezen a napon nem fognak dolgozni, és hát azóta tartsák, és nagyon szép, meg nagyon boldogok vagyunk, hogy sokan vannak itten. Őseinknek a fogadalmat megtartanunk. A helybeli fiatalok is tisztelik az illésnapi hagyományokat, a gyerekek pedig minden évben várják az ünnepi felvonulást. Nagyon szeretem a lovakat, mert nagyon szeretek még ráülni, meg még lovagolni, mert még simogatni őket. Sok a ló, és a kis húgom is szereti a lovakat, meg én is, és még azért már akkor félbírok ülni a lóra. Kiskorom óta felvonulok illésnapkor, volt pár év kihagyás, de minden évben felvonulok. Volt tavaly, amikor lovon vonultam, most idén gyalog. És számomra ez nagyon fontos, mivel ugyanúgy, mint a magyar népnek, és mi szépen felöltözünk magyar ruhába, és számomra ez nagyon fontos. Az ünnepi menet résztvevői a temeréni parknál gyülekeztek, és közösen mentek el a Szent Rozália templomban megtartott szentmisére. A felvonulást hagyományos magyar ruhába öltözött résztvevők, községi elöljárók és a helyi civil szervezetek tagjai vezették. A 19. század második felében keveset tudunk az ünnepi hagyományról, tehát hogy milyen módon ünnepelték meg. A templom falai közt mindenféleképpen megtartották, de hogy világi része volt, ezt nem tudjuk. A két világháború közt viszont már nagy, pompás körmenetek, felvonulások voltak egészen a második világháborúig, amikor az új rendszer. Még 46-ban, 47-ben meg volt engedve, de már 48-ban ez az ünnep meg lett tiltva. Az ünnep alkalmából a községbe látogattak a magyarországi testvérvárosok vezetői és a különféle civil egyesületek képviselői is, akik csatlakoztak a felvonulókhoz. Az ideje hasonló, mint az előzőek. Nem a melegről beszélek természetesen, hanem erről a kitűnő hangulatról, erről a sokadalomról, ami fogadja itt a felvonulókat. Óriási dolog ez. Jó magyarnak lenni itt. Az idei illésnapi rendezvénysorozat szombatig tart.